379%? Ja, ez nem a töltöttség. De az a gyitár. Szólóvasás. Ide a kecik. Mondom, milyen jó az a töltöttség. 400%-on van. Nem. Most ez miért? Miért nem jó? Sziasztok, én Krisztián vagyok, és elérkezett az év első podcaste, amit nagyon jó örömökkel kezdünk el. Itt van velünk Dávid, mint a kollégám, és mai vendégünk, Bence barátom. Üdvözletem, sziasztok! Hú! Na, ügyünk, boldog új évet! Olyan régen láttuk amúgy egymást, amúgy... Hogy tavaly óta! Egészség! Egészségetekre! Köszönjük szépen! Amúgy ez... Szörp! Viszont... Ah. De erős! Nagyon finom amúgy. Szíves házi? Amúgy. Aha. Házi. Magad köpültek. Megcsináltam. Szóval... Elkezdődött egy újabb év, ugye? És hát történtek ugye furcsa. Elveszi a műsor. Eljön ide vannak vendégként, és elveszi a munkáinkat. Krisz, a szerződésedet felbontjuk, és a következő adástól Bence lesz, jó? De és te jössz vendégként. Rendben. A kamerádat a portán adhatod le. Mert... Ennél idegesítettem, nem lehetem, hogy ezt írni, tényleg. És vághatom ki az egészet, mert nem akarok annak tűnni. De nem szoktad. De. De ki szoktad. Mennyire volán? Hát, tudod mennyire? Körülbelül miatt a 2 percenként szoktam vágni egy ilyen 10 perces jelenetet, mert mindig arról pofázol, hogy ez a cég azt csinálta, ez azt csinálta. Mm. És ezekre azért sajnos le kell figyelni. De nem azért gyűjtünk össze, hogy mint hogy cégekről beszéljünk, hanem azért gyűjtünk össze, hogy új év, új év, van új év, de új év nincs. Veletek mi zubolt új évkor? Én nem fogadtam meg semmit. Én úgy döntöttem, hogy én önmagam leszek, és nem változtatok magamon, mert így jó, tökéletes vagyok. Én is ugyanúgy alkoholista maradok ide. Én is tökéletes vagyok, leszek. Majd. Nincs a fülönben, a fülbe van. Tökéletes. Ez egy jel. Ez egy jel. Ez új a változás jel. Ez jelen. Új én. Új én, akinek... De, majd lesz fülbe való. Fülembe, de nem ebbe az adásba. Szóval, új év. Bulik voltak? Krisz voltál, bulikban voltál? Ne? Hát én voltam legjobb. Úristen, magas a pulzusa. Nem, mert futok. Nézd meg. Ez a hülye óra. Azt nézzékelj csak, hogy futok. Nézd meg. Itt mutatja. Futok, bazd meg. Nézd meg. Nem, itt. Ez nem hülyeség, bejelzett a karóra, baszki, hogy futok, de ülök, baszod. Kérdem, fizessebe tartozál. Na mindegy! Fizetés tartozál? Úristen. Nem. De még mindig futok. Mert te menekülsz ezt. 124-es BPM, de csak azért, mert beszélek. Meg így mozog a karom. Lehet. Már hozzá tudom. Ja? Néha csak azért nekem azért jelenleg. Oh. Hallod, Krisz, ez kurva jó adás lesz! Na, szóval... Hát, szóval... Nem fogadtunk meg semmit, viszont ugye partik voltak. Jó, mondjuk, bocsuk, közben nekem ugye van fogadalma, ezt már veletek meg is beszéltem, ez talán annyira nem publikus, úgyhogy... Van neki. Annyira nem... Fogadalma mondjuk nem feltétlenül azért, mert újévi fogadalom. Csak mert miért nem? Mert legalább van egy indok arra, hogy ezt a fogadalmat megtartok. A legmásnaposabb. Abba tudod a futás. De még mindig 124-en van. Szóval igen. A legjobb alkohol tömegbe szoktuk megfogadni a legjobb dolgokat, hogy edzünk, sportolunk, vagy 3 nap múlva ott adjuk, hogy... Fun fact, sportolás. Játszottunk egy ivós játékot, ahol én voltam buliban. Bocsánat, hogy gyerünk rájabb, Egyen chipset. Igen? Na, szóval, ahol én voltam buliban, volt egy ilyen társasjáték, ivós társasjáték, és volt egy olyan kártyás feladat, az egyik csávó húzta, hogy a vele szembe lévőt ki kellett hívnia egy plank vetélkedésre. Igen, plank. Ez Éva. És amelyik őjük nyer, az kap ilyen buli dollárt, az volt az ilyen, tudod, mint a Monopolyban a pénz. Játékpénz, igen. Igen.
És... Elkölcse? Igen, körülbelül. Hát PR-ra tudod. Értem. Na, és az a lényeg, hogy ugye a győztes kapott, a vesztesnek meg innia kellett, hogy valami ilyesmi, nem tudom. Uh-huh. És hogy kitalálták, hogy na ők letolják. Én meg így tudod? Na, jövök, én is beszállok, hallod? Beszálltam. Ott nyomtuk hárman, érted? Minden izom. Hallod? Arnold mögöttem lép, tehát így én ahogy toltam, telibe mögöttem volt a másik szobának az ajtója. Uh-huh. Arnold fogta magát, megtámaszkodtatott. Rábaszta a lábát a hátamra és nyomott lefelé izomból. Hát de fasz. Hallod? Én meg így... Én halálomon voltam. Itt utána... a képen orgazmál, igen. Igen. És akkor utána, hogy ez vége volt, még az Arnold kihívott engem egy-egyre, ugyanúgy plankba. De... Mondom, jó, nyomjuk. És akkor azt is nyomtuk. És arra ébredtem harmadikán reggel. Igen. Negyedikon. Melyiken? Nem, harmadikon. Akkor másodikán, tényleg másodikán arra ébredtem, bazd meg, hogy nem bírok kikelni az ágyból, úgy fáj a hasam. De komolyan, ha, szerintem ott feküdtem az ágyba, és így. És akkor így ránézik az órára, 10 percre megy a busz. Tehát, hogy így nézhet ki. Most ezt el tudom képzelni, mint a heringek itt. Vergődsz így a padlón. Ha nem eszek. De, ja. de nem is az kivergődik. Feláll, és ugyanúgy pingvin stílusba sétál el a buszig. De nem jó. Ja, úgyhogy jól beszopattam magam ezzel. Én nagyon partiztam. Igazság szerint a barátnőmmel töltöttem a... Akkor kardioztatok. Igen. Év első vagy év utolsó? Első. Az év első barátnője. Eszemető. Nem szabad. Nem szeretjük őt. Én is nem szeretjük őt. Ezt el kell... Mármint ő szereti, de hát az gázos. Az baj. Hát én... De amúgy nagyon jól el voltunk. És ez nagyon jól esett. Már régóta nem volt ugye barátnőm, aztán most lett. Hála innen. Úgyhogy ki tudtam használni ezt a részvétem. Amúgy nem tudom, én mindig szerettem kapcsolatban lenni. Mindig elmérni egy másik emberben amúgy. Egy másik nőben. Nőben, most mondom. Nem, ez kezd túl mély irányba menni. Menjünk kicsit másfele. Szolnokra. Én lementem haveromhoz. Szolnokra. Tudsz újra történni majd. Ja, tudom. Persze. Azt a kurva. Amúgy nem kényelmes Szolnokra lejutni tőlünk, mert van egy átszállás minimum. Vagy elmész a legközelebbi városba, és ott van egy olyan átszállós vonat, ami igazából normálisan van így. Kőben a Kispestnek, könnyen átszállsz. Uh-huh. Szolnokra. Szolnokig vonat. Minimum 2 órás út. Próbáltam fejből szülökni, hogy Szolnok, Kőbánya, Kispest. Hogy így... Mi? Nem egy helyen van, baszki. Ha nagyon szeretnél, elmondom az egész vonat. Nem, azért annyi. És várja, hogyan jutottál le Mordorba? Nem, Szolnok volt az úti cél, de mégis oda kötötték ki. Most ez így... Mi? Kőbánya Kispest. Jó? Igen? Ja, hogy azon volt... Hát nem ott szálltunk át el össze, hanem hazafelé Kőbánya Kispest. Mert ott kényelmesen lesz. Szóval nem szólva mentél, hanem hazafelé? Lényeg! Ugyan? Szóval? Egy, hogy én is egy házi buliban voltam, ahol nem voltak csak. Ez volt a legfájlandos ebből. De... Hát... Ja. A virsli partit én sem szeretem amúgy. Nem is az volt a durva, hanem a tűzijátékos videót a Dávidnak nem mutattam meg, szerintem neki meg kell mutatnom. Ja, tényleg. Néztük a tévében, megy át, megy az óra, tudod, másodperc pontosan, hogy tudjuk követni. Persze, előbb váltott át minden másodperc. Egyből mindenki üvölt, mint az őrült, érted, nyomjuk, toljuk le a pezsgőt, és akkor egyből eszembe jut, hát írni kell az embereknek, meg hívni kell minden. Egyből dobtam a dick pic-eket, mármint az üzeneteket. A csodálkozom, miért kell mindig ezeket kivágni. Na, és az ennyi, hogy küldtem az üzeneteket ezerre, és akkor
Hát hívjuk fel őket, mert ezért pont nem látja az üzenet. Minden. Jön Kriszt, az úgy nézett ki. Csá, csá! Ebből elnyitottuk. Boldog új évet! Boldog új évet, jó? Mi? Mi? Ja, biztos boldog új évet, és leraktam. Tehát így nézett ki Krisztől a beszélgetésünk. Amikor feljöttök, ugyanez volt. De várjál, nálam az volt a legjobb, hogy én azért nem hallottam semmit a csávóból, mert pont mennyi eszem van, fölhívom a haveromat, kimegyek az erkélyre a tűzi játékon, és mi? Bazd meg. Hát, nálunk meg fordít, nálunk meg ordítottunk neked ám. Nem tudom mit, de ordítottunk. Nem tereptél? Hát, nem hallottam egészet egészen 2022-ig ezt a számot. Igen. De az ment a csatornán, hogy reptél, és utána számolhatták le, és megtörtént a beszéd, és utána megint folytatott a reptél. Amúgy ez a tévének jó marketing, nem? Hogy a legpopulálisabb számot játsszák konkrétan egy éjfél előtt. Mm. És utána éjfél után is? Meg éjfél után. Meg egyszer. Meg éjfél közben. Mert akkor Gyuri bácsi fölkel így éjfél után, megkapja a pesgőjét, és akkor... Ez a földösségi kölgye, nálam szól a jó zene. Ez bennmarad. És... De utána ki kellett menni tűzijákért hozni. Hát volt valami, nem tudom, ilyen csillagszúrós, nem tudom mi a fasz, amiből lehetett lenni, és ezt ki kellett támasztani. Na ezek kitámasztották egy kibaszott pathoz. Igen, ebből amúgy most egy kicsit komolyabban belemegyünk, ebből azért sok baleset szokott lenni. Persze. Szerencsé, hogy nem történt semmi, csak megsiketeltünk felé, de... Mondjuk én nem hallottam volna, hogy majd a mostani évben konkrétan volna ilyen... Most én sem hallottam amúgy. Nagyon durva nem volt, de nagyon... Lehet azért meg káó voltam. Egész Reddit... Egész Redditen azért sírtak az emberek, hogy miért tűzijátékozunk ennyit. Egészen. Mert egy évben egyszer van, nem? Bocs, de kétszer van, hát augusztus 20-án van, bocsánat, már van, hogyha van. Hát ja, de ugye ebből sokan az izéket, ebből nem feltétlenül csak a tűzijáték ellen szokott szólni ez az egészen, inkább a petárdázás miatt. Persze. Meg ugye nagyon sokan zállatok miatt szokott. Persze, meg ugye azért hagynak szemetet, és utána az a kedvenc. Ja, az a legjobb. Állandóan. A petárda után sokkal több szemét van néha, mint egy rendes tűzijáték után, ami így egy dobozban van. Na, például. Az de nagyon szép volt, így ez a srácok elkezdik egyesével lövöldözni a petárdát, vagy nem tudom, tűzijátékokat, és ez a... Ennyi? Komolyan? Ja, erre basztam el csak 10 000 forintot, igen. Nem, hagyjál békén. Az egyik csomag... Az egyik csomagot mondta a srác, 23.000 forint. Mondom, így néztem, egy kocka doboz tűzijátékról beszélünk, és 23.000-ért. De hát, hogyha most belegondolsz, egyébe egyszer van csak. Értem. De erre valaki spórol. Egy egész évet. Hogyne. De azok mellett érdekes volt látni, mert a kedvencem volt, hogy valamin összeveszte, be voltam... Csicsentve. Igen, mert mi észre alkoholizálunk. Ami amúgy meglepő, de most tényleg így volt. Nem volt most hányos poén. Senkinél sem. Hányos, mert... Nem jött a róka. Nem jött a róka. Jaj, láttam egy olyan posztotban. Várjál, figyelj! Hozzáteszem, hogy tényleg én amúgy mondtam is az előző podcastben is, hogy azért most nagyon durva szilvesztert kell tolni. Nem sikerült. Nem. Tehát ittam, jól éreztem magam, de nem volt ez az ereszdel a hajam. Szerintem... Aztán lehet, akikkel voltam más mondanom. Andrés barátunk volt egyedül, akire tudok, hogy ereszted a haját. Jó, de akkor Andrissal találkoztam is. Szia, Andrisám! Szia! Meg leszel külön jelölve, csak azért, hogy itt van. Este tala? Ja, mi? Na, azok mellett meg... Ja, kedvence volt. Ugye a csávaik be voltak csicsentve, és hát elég hülyeséget akartak csinálni. És ugye jött ugye a harmadik srác, aki teljes ózan volt, hogy gyertek ide, mint egy apuka tudod, hogy gyertek ide azonnal! Ide kisfiam, gyere ide a pához, Elkezdték megbeszélni a dolgokat, Krisztián, lesz is tűzijáték, vagy itt fogunk megrohadni! Nem is te lennél. És ez most vicces volt, vagy... Ja, most kell nevetni! Ez jó volt. De amúgy nem is te lennél. Hát igen. Lesz is már itt valami szar, vagy itt állunk egy kilógó fasszal. De életem első tűzi játékozása ilyen volt. Bocs, hogy zabálok a podcast közben, de nem bírom kiállni. Itt a sok dekorációt. Egyéb. Semmi érdekes. Semmi nem. Fent voltunk fél ötig, csak
úgy nem, tényleg az, hogy nem volt olyan jó buli, meg a srác, aki ott volt, arra nagyon mérges voltam, mert ő adta a zenéket, de mindig lassúbb volt, a számok egyéb dolgok miatt volt az a lassúbb számok, hát, meg az is. Egyéb dolgok. Milyen? Igen. Hát de nem volt csaj, azt mondtad. Már meg a ti fiúk meg úgy. Nem, más-más miatt van. Tudod, mint a gorillázt, amit szoktak nyomatni. Mm. Az miatt voltak ilyen lassú számok, és én ott aljáztam, és bejött az Oli, benyomta az összes olyan számot, amit nagy buliban szoktak nyomni, és olyan hangulat lett, mint az állat. Tehát, mint amilyen szokott lenni. Mint az egyik. Hát ez ilyen izé a... Hát nem tudom, te nem tudom, milyen buliban voltál egyetemet. Nézését, de nem ilyenek? Nem. Nem tudom, én egyetemen voltam olyan partin, ami szláv parti volt, tudod, ez a... Az erős. Úgy szláv parti, tudod, ez a Russian Hardbass parti. Az erős, az nagyon erős. Na, azon egyszer úgy voltam, azt arról mutattam a képet a Krisznek, hogy hogy festettem ki, tehát... Jó, tehát tipikus orosz, szláv orosz öltözet, igen, asszonymerő trikó, meg a vonalas. Én meg rajzoltam magamnak szakállat, mert akkor nem nagyon volt. Meg szakállat? Igen, hát így szakállat. Már szakállat nem volt, igen. De az nagyon kemény volt, igen. Hát de az hardbass, az mindig kemény. Hát tudom. Adán ezért mentem oda. És akkor vodka a kézbe. Keserű likőrt ittunk. Ja, amúgy nekem föl se tűnt. Na, ez már nem tűnt föl. De amúgy is videó közben szoktam ezt, vagy azért vágás közben szoktam. Tehát keserű likőrt ittünk, mert annak volt kint a szponzora az egyetemen, érted? A vadász. Nem. A szarvas. Nem. Nem, a király. A legjobb. A király. Hát úgy vadász, tudod. Mátiász. Vadászmester, na így. Ja, a keserű. Az. Hát keserű likőr. Az amúgy úgy hívják. Azt senki sem veszi. Az csak a... Dehogy nem, ott van egy adaggal. És meg róla nem beszélünk. És megiszod? Egyedül? Vagy kiöntöttem a picsába, azt csak izé hozz kellett, hogy valami piát öntsök bele, rátegyek szalvétát, összekötözzem a hajgumival, rajzoljak le szemeket, és akkor spooky army. Halloween-kor. Abból húztunk. Ja, arra emlékszek. Azután olyan fejfájásom volt, mint akint van. Pánikát ezért nem viszok már. Annyit. Igen. Na. Nagyon rossz. A bizonyos gyorsétterem lánc egyike, amelyiket a múltkori adásba teszteltünk, és abból Krisztiánnak volt a legjobb. Igen. Ami várjál, ami magyarra fordítva Burger Király. Igen, Burger Király. onnan hoztunk üdítőt, és abba Krisztnek belekevertünk pálinkát. Meg. De amúgy kurva jó volt. Finom, ittuk, aztán nem vigyáztunk rá. Bence ez a balról haja. Nem volt jó. Jobbról haja, kurva jó volt. Wait, what? És ez mi? Érted? Nem tudom eldönteni, hogy most jó volt vagy nem. De biztos, hogy jó volt maga nézni, pálink, maga de megkóstolni biztos nem. Maga a pálink amúgy szar volt. Na. Szóval, amúgy elfelejtettem mondani arra a szilveszteri bejelentést. Mindenki örömére. Az idei évtől megszűnik a vécendőzőtük. Hát ez sajnálattal hallom. Igaz, én nem vagyok tagja, de... Már nem azért mondani. Nem, tehát ugye volt ez, hogy múltkori podcastekben is beszélgettük már, hogy a GCMDT Twitch-en így fognak jönni a végigjátszás videó. Nem nagyon tudtam így a határidőket tartani, több bokból is. Meg főleg, hogy a podcastet is vágni kell, az is lehet, úgyhogy ez miatt az mellett döntöttem, hogy a GCMDT Twitch-re mostanában jó egy ideig nem jönnek streamek, nem jönnek videók. Meg ugye megtekintésügyileg se jött legjobban ki a lépés. Úgyhogy oda nem nagyon fog mostanában jönni dolog, inkább a GCMDT-re tervezek most meglepetéseket és fincsa dolgokat. Tehát kóstolós videók lesznek? Nem. Nem. Játék kóstolós, inkább úgy mondom. Na, igen. Majd most ott, hogy húsvét valaki még hozzá. Húsvét? Hozzá ugrottam az időbe. Nem tudom, ebben a pár órában, mint hogyha Krisz is ugrott 21-re, 22-re, aztán 23-re. Az jó volt, elmondjuk a sztorit. Ja, szóval, random, ülök a kocsiba, hát megszorolok. Hát ez a 2021, hamar elhal. Várjad ezt úgy, hogy ilyen hangosan. Hát ez a 2000, 22, 23. Ennek az összes variáns, hogy belég költözött volna egy egybe. Hát mondom, mi a faszom ez? Igen. Én meg itt tök nyugodtan veszetek, ez kész, ez jó nap. De. Másik fontos dolog, amit be kell jelentenünk.
Szétdúrott a kipipogója. Nem, az ja, nem Krisztián tette be. Nem. Remélem nem. Na igen, fontos. Szóval, hogy Reddit Fostalicskán. Reddit Fostalicskán Bencénket kitettük. Én szeretném mindenkinek, aki szeretné. Menjenek a... mik vannak ott? Lájkok? Izé, emelések? Upvote. Nyomjátok egy pár upvote-ot. Csináljátok azt, én már boomer vagyok. Upvote-oljátok le, mert szeretném, hogy frontpage-re bekerüljön a Bence. Az a baj, nem vagyok felismerhető a képen. Nem olyan arcot vágok, mint most. Dehogy nem. Ja, meg igen, valószínűleg, mivel ez egy jó vicces videó, hát podcast, ebből jó sok jelent fog kimenni. Csikcsokra. Csikcsokra? Csikcsokra, úgyhogy ott tesz a forjút akkor. Akartam mondani, hogy akkor megküldhetjük a képet is, hogy milyen mémről beszélünk. De persze. Uh-huh. Vagy linkelem a Redditet. Ahhoz tökéletes. Szóval, ja, ha azt nézzük, akkor ebbe a... az évben most kezdtem el a közösségi médiás szereplésemen. És velünk? Igen. Wow! Nem egyébként, üdv a csapatban! Ha azt mondjuk, akkor a Reddittel. Amúgy igen? Már nem a Reddittel, a Redditten. Redditten. Úgy azt a random képet ki kellene csak itt tenni. És a következő adásra ekkora Redditás póló, majd szponzorálnak. Nem, az meg, ezt nem hiszem, neki ja. Előbb sikerült. Majd a postalicska. Beledobva. Persze. Hogy ne. Szép remények. Kövi adásra ez GCMD-t is pólód. Nem is rossz. Már gondolkoztam azon, hogy mi hiányzik a kettőtáramból. Amúgy menjetek a webshopba, lehet kapni No Brains podcastes bögrét. Nem tudom, mennyire látszik. Van webshopunk. Persze. Mióta? No Brains Podcast. Ez a Dave részleg. Nem, ez amúgy ajándék volt. És ha már itt tartunk, ugye legutoljára karácsony előtt talisztunk. Vagy hát... Igen. De végül is rendi is. Is, igen. Hát azt mondjuk. Igen. Ja, podcast utoljára karácsony előtt volt. Így oké, hogy kiveséztük, hogy szilveszterkor mit történtek, de hogy így karácsony, vagy így két ünnep között. Dolgoztunk? Mi dolgoztunk. Dolgoztunk. Mi dolgoztunk, elég serényen. Legalább valakinek, hogyha már én nem. Hát látom. Ja, amúgy jut eszembe. Nem, ezt meg később elmondom. Uh-huh. Mert ez a másik témákhoz kapcsolódik, amíg én szerintem arrébb van. Legyen arrébb, inkább most beszéljünk az ilyen dolgokról, mint a másik téma közben. Így van. Szerintem. Szóval, hogy dolgoztunk ahhoz képest, hogy ugye a baráti ajándékok lettek szerintem a legjobbak. Szegény barátunknak. Ja igen, az egyik barátunknak tudod mit vettünk? Így közösen a Krisszel. Hú, lett. Gyűrűkurát. Őszinte részvétem. Nekem ott a sárkány. Hol van? Ott a sárkány is házom. Igen, néztem is, hogy nagyon jól néz ki, meg nagyon vastag. Más is. És látod, meddig jutottam? Aha. Megsakadtál. Jó, de ezt tudod mi? Ez amikor olvastam, mert vártuk, hogy a múltkori podcast anyag feltöltődjön a gépemre. Ja, ezt akkor kezdted el így. Mm-hmm. És azóta így áll. Nem, azóta olvastam. Mm. Ja, jó. De amúgy tényleg jól néz ki. Mm. Na szóval... És az ízés része is amúgy. De... Hát az egy ó. Meg hátul benne a családfa. Tényleg ott volt velem szemben. Meg így mondom, te most velem jössz. És akkor így a kasszánál így gondolkoztam, hogy biztos, hogy kell az a pia a Krisztnek, mert hát így azért mégiscsak drágább a sárkányok áll. Milyen jó mérlegelés ez van. Ugye? Hát de most, de mégiscsak nekik van szülői napjuk, akkor nehogy már magamra ne gondolj. Ennyi. Akartam mondani, hogy ez a születésnapom volt esetleg, meg a Lacinak úgy. De, akkor. De ez nagyon de hát jó. Nagyon közel van a szülinap, meg a karácsony, nem? Nagyon majdnem egy van. Hóna. Akkor nem kell ajándék. Én már nem tudok röhögni. Kérdtem. Mi? Minden. Azért mi röhögünk, mint az öknek. Az a baj, hogy ilyenkor az ember arcizma elfárad, és már tényleg nem tud a végén röhögni. Vagy mint Cartman-né, mikor kiír a vicc elé. Cartman, az már egész a... Ja, igazából, szóval ott tartottunk, hogy Mary Sister. Na, Mary Sister. Volt. Ennek a jó gyereknek megrendeltem a világ egyik legjobb filmét, ami biztos, hogy nincs meg neki. A Control című filmet. Igen, ezt már kellőképp kiveséztük szerintem. Podcast másik részébe?
Ja, ott beszéltünk róla. A filmről, de az ajándékról nem. Ja, az ajándékról nem, csak a filmről. Ajándék, igen. Ez a fasz. Ez te bemegyél. Ez eddig tök fasz, a tök jó. Megrendel. Ez a barom. Mikor rendeltem? Most a Kriszről beszél. 20-án? 16-án. 16-án? Jó. 25-én ajándékoztunk a munkahelyen egymásnak. És konkrétan úgy a szekrényembe ugye belehelyezték az ajándékokat, ott volt a Kriszé is, és akkor ott volt a DVD-tok. Meg minden. És akkor kinyitom, hát ha van benne valami. Gondoltam, mert könnyűnek éreztem, tehát nem CD-ban benne valami. És akkor kinyitom, hogy az ajándékod úton van, majd valamikor érkezik. Mondom, ezt tudja a Kriszé. Nem is. De azért hangsúlyozzuk ki, nem tudom, amúgy a kamerában látszik, hogy ott a Krisz mögött a PS. Én is ma kaptam meg a Floritól a karácsonyi ajándékot. Ma van, kibeszéltük már, harmadika. Tehát Krisz is. Flori is ugyanígy járt, mint Krisz. Hát egyszerűen ne. Gondoljatok előre, rendeljetek ki. Ne az utolsó pillanatban csináljátok. Vagy ha mentek, akkor valami olyan helyen vegyétek meg, ahol egyszerű. Meg ahol készhez kapják. Így van. Igen, tehát mondani akartam, hogy én fogtam magam, bementem három boltba. Bementél oda, igen. Három bizonyos boltba, az egyik, amit az előbb mondtam, és így majdnem mindenkinek meg volt az ajándéka. Hát jó, téled például azért, nem volt egy... Mutanom ajándéka voltam ezért. Az ideas Lego volt? Ideas kocka rakosgatós? Az a Mutter az ajándékem. Ajándékem. Hogy az ideas? Hát rajta volt a dobon a Lego idea. Honnan tudjam? Te vetted! Elolvastam a kisbetűs részt is, vagy mi? Nem, csak föntre fel van írva a Lego idea, mert most ezek ilyen szettek vannak. Nem, szerintem nem tudom. Már most ugye lehet ugye venni ilyen... Mindegy, azért Bence ezt nem tudja, én anyukámnak a Lego Orchidea szettet vettem meg karácsonyra. Az amúgy szépen néz ki. Most a fiatal. Egy olyat szeretnék venni egyébként, ilyen Lego ID-t például. Nekem? Nem. Ja. Tudjátok, mit néztem ki? Ki a... Mi az? Billentyűzet. Ja. Ah, én nekem most kettő van gondolkozáson. Vagy a... Ketten gondolkozol, igen. Értetted, nem? Ők is értették. De... Szóval kettő Lego van, amin éppen gondolkozok, hogy melyiket lehet, hogy megveszem. Így sem volt értelmes amúgy, de az a lényeg, vagy a Lego Form 1-es McLaren. Az a jó. Technikás, vagy a sima? Az jó. Az technikás? Abból csak egy van, Krisztián. Ne vágj közbe a szalába. Fúj. Tudod, vagy mondja végig, majd utána megkérdezed. Na. Vagy a Lego Optimus. Az is jó. Hasonló árban vannak, úgyhogy azért gondolkozok, hogy valamelyik. Én nagyon régen még a... Mit akartam megvenni? Millennium Falcont. Mi az Ádival a Titanicot beszéltük, hogy ketten megvesszük. Az viszont rohadt drága. Tehát meg hosszú is, meg nagy is. Hát konkrétan ötször annyi, mint a Lego Ford. Nekem nagyon fáj a szívem, én a Super Star. Nekem is. Amikor vettem azt a könyvet, meg neked az ajándékodat, ott volt a Lego Form 1-es autó is, és le volt árazva. Én a Black Friday. Én akarok venni egy Lego Star Wars Super Star Destroyer-t, vagy nem. Hogy hívják? Star Destroyer. Az volt a mézenek a hajója. Amúgy nekem ott van Anakinnek az űrője. Azt tudom. Where? Ott a FIFA mellett. Darth Vadernek a nagy hajó, az volt a legnagyobb hajó. Mi volt Darth Vadernek a legnagyobb hajója? A legnagyobb az csillagromboló. Ezt hogy hívták? Szuper csillagromboló. De az pillanatnyilag az egyik legdrágább és az egyik legnagyobb Lego. Így van. Hát oda sima csillagrombolók. Legalábbis jó egy ideig az volt. Csak most megérkezett az Eiffel-torony. Azt se igazolom. Azelőtt én azt megláttam. Leszorombad meg, hogy egy havi fizetésem rámegy. De ha azt ide kirakom, annak a teteje ott van. Az így van. Hát az itt durván, hogy mögöttünk. A kertbe kirakjuk. De hogy a kertbe? Majd ellepi a hó. Olyan lesodik. Ne, olyan, a legolyan. Ma minden perc, hogy az elemeket fogjuk cserélni barnára. Lesz a barátnőm. Az, hogy megfogom.
Oda-vissza van Gwen Petrus. Ez a szempa hírba! Elviszlek az elfentoronyhoz. Kimegyünk ide a parra. Kimegyünk ide a ház elé. Tudod, drágább lenne, mint hogyha tényleg elvintél Párizsba. Igen. Ez a kár. Ha meg azt, hogy nincs barátod. Na, szóval, hogy ugye van a Legónak ez az IDO csapata, ez az oldal, ahol szavazhatsz Legó szerteken. Amúgy milyen vicces, hogy random semmiből a Legó így bejött témába. És hát, mint ajándék, amúgy. És így, nem tudom, srácok, akit megmutatom, amit képen láthatjátok, van egy Legó szett port. Nem fogom mire berakni. Na jó, de. A Portal Device Legóból is mondom, ez annyira gyönyörű, hogy bármennyibe is fog kerülni, én hazahozom. Nem tudom. Nem tudom, hogy meg... Én úgy tudom, hogy meg lesz a support rá, mert van rá igény. Ilyen 5000... Lesz valami, én az Eiffel tornyot rakom ide. Nekem ez annyira nem tetszik. Nem. Nézd már meg a Lego Eiffel tornyot, az mekkora. Tudom, hogy nem az a lényeg, hanem elférjen a polcomon. Szóval... De van a Lego Idea izéjében nagyon jó dolgok vannak. Botanic Garden-től elkezdve itt van, ugye. Akkor lehet az is ideás. Mondjuk a földgömb azért bosszú, szerintem. Ott az rohadt drága. De ezt is úgy el lehetett hozni. Van itt minden gondok, így és az, az a Lego Optimusból, hogy ezt át tud alakítani kamionnál. Wow! Tehát ez két funkció. Igen. De Aurora? Ez a... Melyik filmben volt? Ez szerintem Star Wars? Nem. Az nem abban volt. Itt alul mutatja a képen. Az meg úgy van, ilyen... Subnautica. Ja. Wow! Na, csics. Még egy olyan játék, amivel kevesen játszanak. Az a nincs is baj, szerintem. A fuck, elküldtem. Keresd meg szólnom. Szóval, hogy most ez megy, én minden percre szurkolok ennek, hogy megkapjuk-e. Az. Igen, nekem én nagyon-nagyon szerelmes vagyok a Valve által készített Portal játékban. Amúgy, én is igazából úgy vagyok, hogy szívem szerint amúgy már instant megvenném a Form 1-es autót, csak egyetlen egy problémám van, hogy McLaren. És így Ferrari szurkolóként így annyira nem. Mm-hmm. Nem. Bár mondjuk most az elmúlt év az nem éppen egy Ferrari év volt. Mi? Másik lett. Attól függetlenül. Hát előrébb volt, mint a McLaren. Hát ez jogos. Szegény. Annak mondjuk hálát adok, hogy Binottót onnan elpaterolták. Annak nem örülök. Jogos. De ez lehet másik téma. Ez. Ugye Valentin napkor majd jelentkezni Forma 1-jel. Az jó lesz. Ja, jó, mennyi, csak... Valentin akkor jelentik be azért az új Ferrari. Na. Ja, azért mondom, hogy az a nap nekem szerelem lesz tényleg. Első látása. Amúgy érdekes szettek vannak itt, ahogy nézegetem. Nem mindegyik jó. Nem mindegyik jó. A repülőgép az mondjuk kemény. Ez basz, anyád, ez egy Boeing 270. Nekem volt itt egy repülőgép amúgy. Jó, de nem Boeing 270. Ja, meg nem mondom neked milyen volt. Csak mielőtt még így nagyon elkanyarodunk, mennyi minor a nézve. Szerintem is. Na jó, és akkor most kinyitom az ágyam, és kiveszem az összes legómat, és elkezdünk legózni. Ez nem egy olyan stream, amiben ezt lehetne csinálni. Hát a stream is lenne, ez csak egy egyszerű videó, de... Tudod. Vaj, de ez nem TARDIS, nem. Na, Krisz, álljál! Na, megyek, szia! Szóval igen, karácsonyra a legó. Igazából, tehát tényleg ezt, hogy én könnyen megoldottam, tehát három boltban voltam körülbelül összesen, és mindenkinek tudtam mindent venni. Én ami kiemelkedő ajándékom, amit édesanyámmal vettük édesapámnak, ugye nálunk közül meg van egy nagyon jó szószkészítő csapat, ilyen erős szószokat csinálnak, de abban ne kóstolja egy percet se. Közben hazahozták az autómat. Nice. Szóval, hogy tudod, hogy megvettem olyan chipset kóstolónak, mondják, hogy tegyék meg, beveszed a chipset a szárba, először nem még át. Na most, hát semmiség. Utána már kétszer csak. Jó hangosan hallgatják a zenét. Csapoltam. Hát beleg az eső. Lefolyik az oldalon. Beleharapsz. Elején nem érted erősnek. Aztán így ez a megjön az az erősség, és így azt a kurva. De már kétszer nem csinál. Nekem még, ami nagyon tetszett így karácsonyi ajándék, az az Ádinak, amit adtunk a Clifford. A Clifford. Megkapta a Cliffordot. Már valami beszéltük, hogy elmegyünk megnézni a Cliffordot. Ha nem emlékszem. De végül nem jutottunk el odáig. Mi lett helyette szerinted? Akkor Uncharted. Előbb már ki akartam találtatni vele. Addagozik már basszus. Meg szerintem pont te voltál. Pont mi. Én mi.
volt, nem? Nem együtt néztük az Uncharted-t? Nem. Melyik alkalom volt? Várjál, nem emlékszem, hogy mikor. Együtt, vagy hogy érted? Nem lehet, hogy a Doctor Strange-et néztük először együtt? Nem. Kimondottan. Nem, azért néztük a Harry Potter-es, a legendás állatot. Ja. Nem tudom, nekem már ezek az alkalmak ilyen összefolyt. Igen. Nem tudom, ezek az alkalmak már tudod, így összefolyják nekem, hogy kivel hogyan voltam. Meg amúgy azon kívül szerintem nagyon más nem is néztünk együtt. Igen. Nem. Érdekes. Hallottam, hogy meghoztátok a kocsimat. Lassan hát. Hallod, ilyen hangosan zenét hallgatni. Visszahoztad a 3D szemüveget? Uh-huh. Jó. Jó. Még itt kerestük, bazzik, hogy hol van. Szigány barátaim. Adjö. Adjö. Ja, ezért jó ez a stúdió, ide kibejárnak állnak az emberek, és a stúdió előtt parkol az autóm, amit néha elviszem. Hát, semmi. Random elvittek, nem miért nem. Nem, amúgy rendezni kellett egy fuvart, és mivel én most itt vagyok, ezért más vitt el a kocsimat. Ez van. Saját sofőrt kéne neked most már. Ott van! Mindig amikor megyek bulizni és iszok, akkor ő vezet. Látod, minden el van intézve? Nem úgy, mint szegény Andrisnak. Minden van. Ja, mondjuk múltkor, amikor voltunk, akkor Gábor volt a sofőr. Bár mondjuk ezt már múltkori podcastben kibeszéltem. Hát én nem mondtam a Gábornak, hogy Filip, ha lesz izé vetítés, ők teljes a meetingre elhozol legalább. Van mindig valaki, aki nem iszik, és van járműben. Micsoda, ide vetítésre, vagy miért? Nem, színe meeting. Ja, azt hittem ide akarod hozni, mondanál hozzá. Nekünk való ingyenes vetítés. Igen. Tudom, voltam olyanom. Na, a pókemberen az első közöletet. Emlékszem, annyira aggódtam, hogy a... De akkor azon én is ott voltam. Igen. Annyira bírtam, hogy rosszoltátok a Krisztiánt. Ugye? Ülj már le! Kussoljatok, ha nem hallom a filmet! Az hatalmas volt, egy óriási élmény volt. De úgy, mert nem volt most ilyen, sajnos. Egy párszor elpoinkodtunk vele, ugye? Hát az elején. Az elején. Meg aztán azért nem poinkodtam én nagyon, mert ott volt mellettem a barátnőm. Szegény. Meg nagyon nem is tudtam mit. De amikor beült elém, volt egy magas srác, aki előnk a sorba ült bele, és pont én, aki 180 vagyok, ő 190 valamennyi. Elég nekem, aki vagyok 170, igen, köszi. Meg 178, igen. Így elém ült, és három közül a legmagasabb. Én nézni a filmet. Mondjuk, ha azt nézzük, akkor csökkenő sorrendben ülünk. Mondjuk nem úgy ülünk, tehát én eleve görnyedve ülök, te magasabban ülsz. Igen. Krisztián meg Krisztián. Egy fasz. Szerintem jó érveket hoztam fel amúgy. Ellát valaki a számig? A szádig? Számig. Igen. Mennyi? Mondta rá még mennyi? Ellát valakinek? Igen. Nem arra. Nem, nem. Azt kérdezted, ellát valaki? Igen. Ő. Ennyi. Nem az, csak így nem tudom. Nem, nem, mi belevágtunk egy projektbe, mármint úgy egy projektbe, hát erről tudsz is. A videó. Ja, igen! Hogy érkezni fog majd a GCMDT-re egy, hát inkább már rendesen lehet mondani trilógiának, mert előre ki van tervezve, hogy három rész fog jönni. Ebből az első részt én megcsináltam most így télen, aztán a másik, meg a harmadik rész majd érkezni fog. Valamikor, mert ugye a videóanyag már megvan hozzá, valahogy a szomszédvárosba át kéne passzolni ide egy laza 10 óra videóanyagot, és akkor a második rész megvan, a harmadik résznek meg a fele van meg. Nagyon fáj a szívem, hogy nem tudsz normálisan felvenni a szal. Mivel? Mivel csinálja is az Adi? Outplay-del. Miért nem működik nálad az Outplay-ed? Ezt nem tettem. Veszélj már hangosabban. De amúgy tök mindegy, mert nekem nincs olyan probléma. Mádi veszi, nekem az is bőve jó. Legrendben már az foglalja a helyet. Igen, kóstolom. Így is alig van hely néha a gépemben. Főleg, hogy végzünk a podcastet, Krisztián, na jó van, akkor nesze, és így felszórja az összes No Brains részt. Én meg így, jó. És akkor innen jön, hogy én folytatom a sárkányok házat. Illetve, bocsánat, tűzésvért. Azon alapul, úgy is. Nem. A sárkányok házat. A tűzésvéren alapszik a sárkányok háza, nem a sárkányok háza. Mert nem mindegy, mert sárkányok háza az egyik történet, tűzésvér meg ennyi. És az a vicces, hogy pont a közepét vették ki a sorozatban. Nem már. Ó. Bassza meg. Ez lesz szebb. De erről majd talán másik téma egyszer sorozat. Van egy nagyon rossz hírem. Hogy? Nem tudom, a Gáborról beszéltünk, hogy a Last of Us készítői utálják a videójátékokat.
és ők csinálnak egy adaptációt. Egy világ egyik legjobb. Nekem tök mindegy, mert... feltétlenül baj. Hát de igazából ez úgy alakul, hogy nekem igazából tök nem, mert engem eleve nem mondza a Last of Us. Hiába, hogy egy PS-es. Jó, nem is azt mondom, nem neked szól ez a sorozat, ha nem tetszik. Ez például nekem nagyon félek attól. Látom azt, hogy a sztoria, azt tudjuk, hogy az első játékon fog nagyon alakulni, és nagyon sok ugyanolyan jelentet láttam. Mindenki rámegy, rástartam. De bízok benne, hogy sikerül. De amúgy, hogyha a Last of Us-nál tartunk, ugye például az Uncharted az jó film volt. Az kifejezetten ez könnyen volt. Mondjuk hozzá kell tenni, én úgy néztem meg az Uncharted-ot, hogy én nem játszottam a játékkal. Én is. Szerintem amúgy egy jó filmet tudtak lerakni, úgyhogy azoknak is, akik nem játszottak a játékkal. És egyik munkatársam játszott a játékkal, és ő is mondta, hogy neki is nagyon tetszett. Nekem a kedvenc életem az volt, amikor... picit spoiler, de... amikor kimászik. Mindenki látta a filmet. Szerintem már mindenki, aki akarta, meglátta, aki nem, az nem. Annyi, hogy a... ugye a repülőn... hogy a kiugranak... oké, főszereplő, majd kis sétálnak az óceánban egy random nyaraló helyiségre, és ott van a random, eredeti Uncharted szereplő. Annak a hangja. Nem, magának az arca is ugyanaz, ha nagyjából. Hangja is, és így ott álltunk, és ott álltunk, és így mondom, áh! Tűltél, Krisz, együtt ültünk. Nem álltál. Vagyis hát nem tudom, hogy te melyik állapotban voltál, én biztos, hogy ültem. Ne ragudjál meg, de ez... Ott én csak magamról tudok mutatkozni. Ott ültünk, és mondtam, hogy ekkora poént elsütnénk. De az a legnagyobb bajom, hogy az a poén akkor jó lett volna, jó, ha mondjuk nem szinkronosan nézem, hanem... Nem tudom, nekem a magyar szinkronos volt bajom így. Nem volt baj vele amúgy. De én azt mondom még mindig, hogy az Uncharted attól függetlenül, hogy egy játékadaptációnak készült, még mindig egy közepes filmnek tekinthető. Jó, de abból a szempontból jó volt. Abból a szempontból jó volt. Könnyen, hát figyelj, hogyha azt nézzük, hogy játékadaptációk tekintetében ez a legjobb, akkor igen. Eddig igen. De jogos. Nézzük csak meg az Assassin's Creed-et. Nem az. A múlt évben még volt ugye egy kaptár is. Úristen! Úristen! Arra emlékszik még valaki? Rajtad kívül? Mi? Ő emlékszünk! Mi csak azért emlékszünk rá, mert konkrétan a mögöttünk lévő sorba elkezdtek konkrétan smárolni. Én maga az egyik barátunkat így megpöccintettem, hogy ne nézz hátra, nem egesznek. Nagy borzasztóan! Olyan rossz CGI-ja volt annak a filmnek konkrétan, hogy lemartam az arcomat és majdnem zombi lettem. Tehát ez így látványvilágban is fos volt? Nagyon rossz volt amúgy. Meg oké, alapul vette tudod a játékot. Hát a kettőnek a sztoriát vettük. Hát akkor már miért nem nézed meg az OK cím magyar szinkronnal, az kész. Az a vicc, hogy létezik ez. Létezik. Ja, hát azért mondom, hogy miért nem csinál akkor ezt. És... hát ki gondolta volna, meg alapból a játék, kurva jó. Szóval a második játékban... Nem játszottam vele. Minden percben azt ajánlom, hogy érdemes, mert jó sztoria van, egy ijesztő a város, és vannak ijesztő lények ott azért. Főleg a izé, a... mi az a csávó? A... múltkor? Bocsánat. Izémen, ahogy hívták, ő mondta. A szürke. Izémen. A fú... de volna rég volt! Eszembe a neve. Jó, mindegy, az most lényegem. Szóval múltkor beszéltünk, így a első mozdulás 3D, stb. Szerintetek az, hogy a 3D már kihalt, vagy még van benne valami? Kihalóban van. Hát, talán azt mondhatom, hogy egy darab szufla még van benne. De az a most avatárban. Nem feltétlenül. Nem, mert ott nem az új Transformers lesz az. Nem, majd figyeld meg. Most ugye az új avatárnál, az IMAX-es vetítésnél behozták, meg ugye más vetítésnél is ugye ezt a HFR-t, High Frame Rate. Na most ez úgy működik, mint a ki látta a Hobbit trilógiát. Krisznek hála, tudom milyen, és tudom milyen úgy nézni a filmet. Na, lehet nem tudják. De őket nem is érdekel. De ők, nem is, nincs is ott senki. Mit nézel ott? Nincs ott senki! Mindig van.
Már kaptárból megtanultam. Szóval... És amúgy mekkora fanfekt lenne, ha tényleg ott állna a Flóri és nem ment volna ki a stúdióba. Amúgy tényleg. És külön felvettük volna, hogy amúgy ott a Flóri. De ugye azoknak a nézőkéknek is ezt szeretném mondani, hogy a Half-Life a high frame rate-et jelenti. High frame rate? High frame rate-et jelenti, ami azt jelenti, hogy... Köszönöm a frame rate-nek. Tényleg. Jaj, de szar volt. Szóval, hogy az átlagos filmek 24 képkocka sebességgel mennek, és ez a high frame rate-re duplájára növeljük, vagy valahol 60-at is elérte egy amerikai moziba, mi nálunk nem 48 fps. Balfaszok dolgoztak hiába. Még kell túlépni a frame rate-t. Mindegy. 48 fps-be lehetett nézni, és amúgy sokkal smoothabb volt az egész. Amúgy, hogyha ebből indulunk ki, Avatar. Mint látványvilág, mert minden, mert azért már rugdostuk körbe, már voltak rá hintek, meg én az előbb meg is említettem, meg Krisz is említette itt már. Ti együtt néztétek, ugye? Mind a két alkalommal együtt néztük, igen. Csak másféle módon. Tehát először fölmentünk Pestre, a IMAX 3D-be, HFR-t rögtön be. Tehát minden, ami lehet, azt így az arcotokba kívül. Hát igen. Hát nem 4D, de ahhoz hasonló. Na most, hogy érható le az élmény, mint első élmény, hogy grandiózus. Wow, tehát, hogy régen láttam már olyan kidolgozott látványvilágot, mint az új Avatar esetén. Tehát, aztán második nézésre ugye föltűnnek azok a gyerekhibák, amiket ugye filmnél lehet látni, mint például narratíva. Tehát a történetét azt kell mondani, hogy nem nagyon van. Várj, csak egyetlen kérdésem van, nektek ez kétszer kellett megnézni, hogy ez a másodiknél lesen? Már ott is volt hiszen, de elrejtette a látványvilág, hogy wow. Igazság szerint, hogy azért mondom, hogy grandiózus volt. Tehát, hogy nagyon maga alátemető érzéset adott így hirtelenjében, amiből hát az ilyen lukak, például a történeti lukak nem nagyon kandikáltak ki. Érted? Tehát az ilyen... picikét. Ezt szeretném mondani mindent a nézőknek, hogy innentől spoileres lesz a beszélgetés, hogy könnyebben ki tudjuk mi is vesézni a filmet. Szóval, hogy ha nem lehet... Mondjuk még lehet is pár szót szóltam mondani spoiler nélkül, de ugyanúgy elmondom a spoilerbe, ugyanott vagyunk, tehát tök mindegy. Annyit elmondom. Várj. Még mielőtt belemegyünk. Annyi, hogy ti most ezt így kiknek ajánljátok? Hát mindenkinek, aki látta az első részt. Elfőként. Egy, kettő. Ja, az mondjuk nem árt. Így kettő, meg mondani. hogy a Marvel filmeseknek. Hogy lássanak egy rendes CGI-t. Szóval, hogy ez így van. Köszi. Na akkor, sziasztok! Nem beszólás van. Nem. Annyira. Ami most... mókolás volt ebbe az időszakban a... Vedd ki azt a plakátot! Nem, hát tudom, hogy ez a Thor Love and Thunder. A Doctor Strange-ben. Nekem tetszettek. És nem csak azért, mert szeretem a Marvel, nekem ezek a film... Nem azt mondom, hogy egetrengető, meg az év filmje volt, hanem... Volt egy élménye annak is, hogy beültél le. Jó, de nem volt olyan szakasz, ami kidobott volna? Nem. Sose? Nem. Az Editor Colán kívül amúgy nem. És ha már ez olyan szakasz, ami kidobott volna, ti megéreztétek a filmet, hogy rohadt hosszú? A második nézésre. Második nézésre. Az első nézés, azt mondom. Tehát az... Ja, még mielőtt így belemegyünk ebbe az egészbe, én leszögezném. Én nálatok néztem ugye, most nem tudom. Igen. Nálunk. 3D-be a HFR. A 9-es tárgyban. A HFR-be. Én ugye a Márkkal néztem, ugye Redáróval, vele néztem, amúgy jó volt. De neked is feltűnt? Ugye első nézése az idő? Már hogy hosszú. Na, pont ezt akartam mondani, hogy velem olyan volt, bennülök, nézem, és egyszer a film közben totál random ránéztem az órámra, és már másfél óra eltelt. Nem tűnt föl. Talán a végénél, de ugye ott nálam a szokásos 1 liter kóla miatt. Igen. Talán. Ja, meg azért, mert ugye én... Előtte, délelőtt, nem, hogy dolgoztam? Ne hívják, akkor nem is dolgoztam.
rokonoknál voltunk, ja, és aztán akkor volt az, hogy úgy beadottam, mint a halál, és hajnali 6-kor keltem, vagy hát reggel 6-kor, ugye, kinek micsoda. Reggel 6-kor keltem, és hánykor volt a vetítés? De lesse mentél, vagy a 4-es sem? Nem, este, ami volt. A 8.30-as? 8.30-asra mentem, tehát, hogy és nekem akközben volt napközben egy verseny. Mm-hmm. Úgyhogy én az utolsó egy órában ilyen volt ilyen. Mm-hmm. Igen, egyszer éltem át ezt a Batman-nél. Akkor teljesen nagyon... De hozzáteszem, nem azért, mert unalmas volt, hanem fáradt voltam. Igen, fáradt voltam. Tehát tényleg ez, hogy én ott nagyon megéreztem, utána még hazavezettem. De amit a Krisz is mond, ez ugyanez volt a Batman-nél is. Batman-nél. Tehát pont mellette ültem akkor, pont. A feliratos Batman. Az jól rádob még! Igen. Nem volt rossz, mert szerintem sokkal jobb volt, mint ha egy szinkronnál megnézi, valami borzasztó volt a szinkron utána. Én azt aláírom. De ugyanez volt szinte a helyzet. Azért mondom, hogy az első alkalommal nekünk nem tűnt fel. Nem. Hát első nálunk is így elugrott. De nekem egyetlen egy dolog feltűnt, hogy még rádobtatok a reklámra. Igen. Igen, 20 perc. Az nagyon feltűnt. 5 percet. Igen. Azt nagyon észrevettem. De csak azért, mert ez mindig van amúgy karácsonyi időszakban, mert az plusz 5 perc van. Igen. Köszi, mint hogyha olyan gyakran járnék karácsony körül. Én sem tudtam ezt így. De múlt évben is volt. De már nem úgy, vettem. 21-ben is volt ilyen. Meg mi az adag ezeket? Hát pont egy. Jó, mindegy, tehát hogyha azt nézzük, tehát ne, nekem azt tűnt fel a reklám, hogy már ott ülünk egy ide és még mindig megy a reklám. Nekem az volt az egyetlen, ami feltűnt, de ugye a film az nem. Az jól elment. Az és hozzáteszem, Krisztián tudja, hogy én hogy álltam ehhez a filmhez. Én már a múltkori podcast adásokban is mondtam, meg akarom nézni, érdekel az Avatar. Nem vár semmit. De én úgy állok hozzá, hogy nem azt, hogy nem várok semmit, szerintem ez csalódás lesz. Mert én úgy álltam hozzá, hogy oké, oda dobnak egy hatalmas látványvilágot, nagyon jó, 3D-ben nézem, ez az egyik, amit kérdeztem is, hogy én úgy éreztem, vagy hát nem azt, hogy úgy éreztem, hanem én ettől is tartottam, hogy a 3D kifáradt. Igen. Tehát ebből a szempontból tartottam, tőle, amúgy mindenesen éreztem is. Tehát nem volt olyan hűgyen nagy dolog az, hogy 3D-ben néztem, mert inkább a HFR volt, ami rádobott. Igen. Abból a szempontból tetszett, de tényleg én végül a filmbe pozitívan csalódtam, de lehet ez azért van, mert én úgy álltam hozzá, hogy ez szar lesz. És hozzáteszem, nekem ez jobban tetszett, mint az egy. Miért jobban tetszett? Azért, mert többet láttunk a világból, vagy a látványból? Talán a karakterek is jobban bejöttek. Meg talán a például, még nem akarok spoileresen beszélni, de tényleg jó pár karakter nekem most jobban bejött, mint az első részben. Például melyik? Az majd, hogyha spoiler visszatérünk. Már rájöttem. És nem tudom, még valamit is spoilermentesen akarunk, vagy? Menjetek el, nézzétek meg. Egyszer kell megnézni, többször nézzétek meg. Egyszer mindenképp nézzétek egyszer meg. Egyszer meg kell nézni, HFR vetítésben, 3D-ben. Értem, hogy csábító a 2D. Aztán, ha kijön Blu-ray-en, megnézzük itt 4K-ba. Meg tudja, minden platformon említik azt, hogy a legnagyobb képarányba kezd megnézni, ezt tudom javasolni. Szintén. Mert tényleg én is úgy voltam az egész, hogy a 3D az úgy nem vett le a lábamról, mert amikor... már nem lepette. De az, hogy HFR volt, azt nagyon gyakran is szövettem, és na, így voltam. Wow, igen. Mm-hmm. Látod az FPS-em, amikor... Igen, főleg egy jó 60 FPS-es, meg 120 FPS-es játék után élmény volt beülni. Meg a... De még annyit, hogy az IMAX-nek, az, amikor indul, ugye az IMAX-nek külön van intrója, és az valami gyönyörű szép volt, és hát elég 8. sorba ültünk? Ma nem közel voltunk, de mégsem annyira. 5. Ja, amúgy azt elfelejtettem mondani, hogy én amúgy hoztam a formámat. Ne csak szedte vizével. Nem? Popcornt vettünk amúgy. Azért volt. Azért szartad szét. Sőt, nem is. Kólát kértem, ja. Szóval nem is az, nem azért hoztam a formámat. Megnéztük december 27-én. Dávid foglalt jegyet december 28-án. Ja, hát igen. Oda mentem, hogy foglaltam jegyet erre a névre, és mondják, nem, ilyen nincs. Mondom, mi? Mi? Mondom, azért körülbelül egy órája foglaltam. Hogy lehet ez? Mondom, mi az, hogy nincs, és hogy... Bocs, mondd a szúrja egy nevet? Persze, mondtam a nevet, és hogy... Ja nem is, egy izé, hogy kaptál értesítést róla? Még ránéztem a másra, mondom, Márka, te e-mailed lett megadva, ezért mutasd már meg. Megmutatta, és ott van, december 28.
Te is így lennék! Tehát, ja, én hoztam a formám. Egyetlen kérdésem lenne. Hogy? Szemüveges volt a csaj, vagy nem? Nem tudom, Krisztián, olyan a memóriám, mint egy aranyhalnak. Nem tudom. Azért a filmre emlékszel. Arra igen. A lényeg megmaradt. Szóval, ami miatt szerintem én elcsesztem az időpontot, az az volt, hogy ugye én a telefonomon nézegettem, és ugye a márka, mi azt beszéltük, hogy vagy 27-e este, vagy 28-a reggel. Mert ugye a 27 este az még azért nem volt fix, mert ugye nekem előtte volt versenyem. Igen. És nem tudtam, hogy végzek-e addigra. Uh-huh. És szerintem 28-án maradt a telefonom, amikor lefoglaltam, de az időpont jó volt, csak uh-huh. a nap nem. De figyelj, nem volt nagy cucát. De persze. Tehát ki? Átváltja. Megcsinálják. Ja, ezek ti lettetek volna, takarodjál már innen. Holnap gyere vissza! Tudod mennyi izé emberre jött oda problémájával, hogy baszki, izé, másik napra foglaltunk. Ja, vagy másik helyre. Érted? Volt ilyen. Valaki Győrbe foglalt helyet, az Fehérvárra jött. Átszott, hogy nagyon köszönjük. És hozott ki a cetlét. Neki, hogy tessék, hát ezt kell felhívni, hogy megoldhassa. A tökömet beküldtem az irodából, megoldották, azt leküldték a pénztárhoz, kiadták a jegyeket, az csókolom volt. Nagyon durva az ilyen. Most mi? Jó, mondjuk velünk volt olyan, hogy Arnoldék szerezt, vagy hát Arnold anyukája, vagy a párjának az anyukája, mindegy. Az egyik szülő szerzett meló helyen ingyen jegyet. Uh-huh. Ez mind szép és jó, csak rá van írva ilyen ekkorka betűkkel, hogy Veszprémi moziba. Mi meg Fehérváron voltunk. De tudtuk. Azért megpróbáltuk bejátszani, nem sikerült. Nem sikerült, de azért megpróbáltuk. A rendszerünk kiáthatatlan. Mi a fasz? A rendszerünk kiáthatatlan. Ja, csak jó személyeket kell ismerni. Mm-hmm. Hát mert legközelebb úgy csinálnak, hogy mi legyünk ott. Mm. Ezért volt 10 000. Igen. Bemegyek. Büféhez oda megyek, ezt szeretném kérni. Ki van írva? 2000 forint. Odaadja, 3000. De még mit vette? Ember, ez csak hülyeségből példa volt, hogy ha nálatok vásárolnék. Figyelj, én darálhatom neked, hogy mi mennyibe kerül, mert most voltam büféhez, hogy pont még egyszer megjelztem. Minden drága. Nagyon. Mindegy, úgyis kresszvágom meg, mert senki nem megy hozzátok, mert egy kis 5 darab megtekintéses videó, azt mondta, hogy drága a kaja. Na, mindenki tudja, még a főnökség is tudja. Persze. Na mindegy, szóval akkor innentől... Spoiler! Szóval... Mit szólunk ahhoz, hogy Korics visszatért? Én örültem. Igen? Sőt, én azért is örültem, mert ő volt például az egyik karakter, aki most jobban bejött így naviként, mint emberként. Jó, de... Nem, meg sem lepődtem, melyik point fogják elhúzni vele. Már melyiket? Melyiket? Főszereplőnk nevét várják mindent eszembe őt. Jake Sunny? Igen, mi volt? Szóval a Jake-nek a sztoria lesz, csak kicsit hosszabban kibontva. Ja, hát most ugyanazt az utat járta be ugye a Quaritch. Ja. Nagyjából, igen, tök helyek közzel. Hát ugye Max... Hát ő is megült az ikránt. Igen. Ugyanúgy. Csak nem lett toruk már. Kész, ennyi. De... Mert ő nem a legnagyobbat ültem. Ja. Hanem. Csajok, tanuljatok az avatárból. Válasszátok mindig a legjobb. Ez nem vicces itt a 170 centimmel. De akkor is a... Kis bohót is tudnák cirkuszt rendezni? Ja. Na jó, ezt vághatom ki. Nagy kő alatt, nagy kígyó lapul. Az bőztő. Csak az egyének lecsapták a fejét. Mm. Az igen. Az igen. Oh. 459%. Egyre jó. Töltőn van. Túltöltőd, rátöltöd. Okay, igen. Szóval. Korics akkor jobb lett. Nekem jobban bejött a karakter. Az egyetlen egy, ez az emberrel való szál az, ami... A Spider? A... Úgy hívják angolul Spider. Nem, hogy Gekko. Nem baszol föl! Szóval igen, nekem a vele lévő kapcsolat az, ami kicsit elvetné a sztoriból. Én így amúgy
Teljesen jobban élveztem volna a Gekko, hogy Ekten nincs benne az egész sztoriba. Neki lesz szerepe? Nem, szerintem kellett bele. Mind? Árnyaltabb. Igen, kellett bele, hogy meghalljon egy karakter, meg végül újra életben, még mindig életben legyen a főgonosz. Nem, az azért kellett, mert akkor egyrészt Koricsot is árnyalják, meg a Gekkót is. Meg Gekkóval, azt tudjuk. De eleve szerintem ez a film, ez azért lett így megcsinálva, hogy mindenkit árnyaljon. Tehát nagyon senki nem mozdult előrébb. Picit. Tehát, ja. Nagyon. Sully-ról tudtuk meg azt, hogy ő most már nem, most már mind, ami belefér, ahogy mondták a filmben, úgy, ahogy mondta Karics, hogy ami belefér. Játsszuk le. Igen, az egyik kedvenc jelenet. Ez a tök dráma és a jelenet, zene elhalkul, Sully, na játsszuk le. Ja. De az a csata, az még egyszer megvesz. És akkor így mondja utána, hogy akkor gyere! Ezt így egymás fogjuk, és elkezdnek szkanderezni. Sok jobban élveztem volna. Mennyivel epikusabb nem volna süllyedő hajón itt. Na gyere, gyere! Ennyit tudsz! Emberként erősebb voltál. Most hol van a lábad? Amúgy... A másik jelenet, amivel a Márkkal szétröhögtük magunkat, az amikor felkiáltott a vadászoknak a főnöke, hogy valaki találjon már el valamit. Igen. Tehát, de valaki lőjön már el valamit. Igen, nekem az annyira tetszett. De az olyan ironikus. Tipikus hozta ezt a film. Tehát nekem kicsit azt mondta, hogy poénkodjunk azokon a filmek, mert tipikus bennem azt, hogy a gonoszok nem tudnak eltalálni a jókat. Igen. De történtek halálesetek, láttam, hogy nagyon történtek halálesetek, de még volt egy ilyen jelenet, amikor a film önreflektáló volt, amikor a tukott másodszorra lekötözik. Nem, már megint engem kötöztek. De háromszor kikötözték, bazeg, ott néztem, hogy mi a fasz? Szegény tuk, csak arra jó, hogy elrabolják, és kikötözzék valahova. Igen, ennyi, semmi más nem jött. Tipikus kisgyerek amúgy, tehát. Az ki, tehát de nekem a kedvencem, a legjobb gag, amit oda tettek, hogy az első részben, amikor Quaritch issza a kávéját két cukorral és népírtást csinál, és most az új, nem ezredes, hanem nem tudom milyen rangja van, már elfelejtettem. Tábornok oda jön, és bazdmeg, ő is a nagy gépében, a nagy, ott van a kávében, és ugyanúgy issza, meg a helikopteren is bazdmeg, vagy az anyahajó szörűséggel, azon is bazdmeg kávét iszik népírtás mellett. De amúgy, most ha belegondolsz, mi érdekeskedjen már? Ugye, nem őt nyírják ki. De várj, nekem még amúgy most így eszembe jutott egy kedvenc jelenet. Tudjátok, mire jó őt új? Igen. Az nagyon jó volt! Az egy... Ez arcom baszta be. Azt éreztem én is. És utána még Sully. Igen. Ja. Az mondjuk egy fater pillanat. Igen, az nagyon tetszett, hogy odaszól, hogy ők hogy néznek ki. Rosszabbul. Igen. Igen, tehát ez a tipikus. Az a fater, hogy keményen nevelem őket, de azért szeretem őket. Igen. Mert az jó volt. Mindazonáltal, hogy így beszélünk úgymond a filmről, a története amúgy nem volt egy de nem is kiváltozás. Hatalmas eresztés, de... Nem, de hát nem is mondtad is. Persze, de nem is nagyon várja. Inkább azt mondom, hogy árnyalta a karaktereket. Meg nekem azt tetszett, hogy az ebben is voltak poénok, de nem úgy, mint egy Marvel filmnél. Persze! Tehát, ha már itt fikáztad a Marvelt, akkor ebbe is van mit tanulni. Persze. Hát persze, hogy kell. Persze. Hát itt kell jó humor. Nem mindig kell egy vicces filmet csinálni. Nem, persze. De most ebbe is érted, voltak olyanok, amik a hangulatot itt tök jól oldották. Meg voltak, például ugye volt ott a... amikor... Hogy hívják azt a nagy bána személyérőnek? A Tulkun. Tulkun. Ezt hivatkozunk bánaként rá, igen. De igen, az a baj, Cameron mondta, hogy ne hivatkozzunk rá bánaként, mert azok nem bánák. Tulkun. Igen, sokkal intelligensebbek, igen. Tulkunoknál, az ugye, amikor levadásszák, és utána ugye ott van a híres tengerbiológus, aki azért látszik, hogy fasz a tele van, hogy ezt kell csinálni vele, és érti, hogy sokkal okosabbak, mint az embere, és akkor jön a vadászat közben, hát sokkal okosabbak, több idegpálya, több gondolkodás, több érzelmek, és akkor így nálam azért nem.
a hajókapitány azért beszólhatott még egyet. Hát az megképített. Hát az meg meg kellett halni. Nem halt meg, hanem csak levágták a kezét. Bízok benne, hogy nem halt meg. Hogy legyen? Kivér, ez Chris. Milyen beteg lenne robotkézzel visszatér. Navi kézzel. Nagyobb a kéz, mint ő. És így hosszabb. Húzza maga után. És akkor Sully! Dobja. Skander. Megint ez a Skander. Ajajajajajaj. Nem is az a dóra, nem is az a dóra. No, az beteg lenne. Szóval, hogy létrehozták, szóval, hogy Quaritch ezredest létrehozták, hogy újra eljön a Pandorára. Igen, mondjuk a Navitábornak kéne. Az egy nagyon jó csavar volt, ahogy őt beemelték amúgy. De. Szerintem. Tehát, hogy nem úgy, mint egy föltámasztott halott. Igen, meg emlék. Meg az is tetszett, hogy konkrétan ő megmondta az énak a Gekkónak, hogy én nem a faterod vagyok, én csak egy izé. Csak érez utána érzéseket. De az, ez a megszólal, hogy ugyanaz az emlékeim vannak, izé, minden. Én meg így állok, hogy miért nem csináltunk belőle embert. Jó, oké, most. Mert nem lehetett. Meg egy Navi baszóbb. Igen. Tudom, az a Navi baszóbb, de... Nem lett az első? Tudod, ez a... Na ez is mondom, hogy a másik rész jobb. Navi a Navi ellen baszóbb. Így van. Szóval... Csalódás? Valami filmben? Nagy csalódásod nem volt. Én mondjuk egy kicsivel több történetet vártam. Egy nagyon egy picivel. Hát én meg, hogy eleve így álltam hozzá, hogy még egyszer nem tudják a látványvilágra elvinni. De. Elvitték. És az a baj, hogy most tényleg én is kijelentem, hogy nekem ez tetszett. Az jobb volt. Tehát én tényleg ezt mondom, nekem ez a második rész jobban tetszett, mint az első rész. Nem tudom, hogy lesz-e akkora sikere. Narratív szempontból azt mondanám, hogy az első rész jobb volt. Így van. Mondom, nekem az első részben akkora szerepel. Meg ugye az a legnagyobb baj, hogy ugye nézve az első rész, az egy estés filmnek készült. Úgy készült, hogy mehet a menet, egyszer bedobjuk magunkat, megmutatjuk, mit is tud a technológia, mit tud a 3D, vagy aztán utána meg úgyis... A meta, és így utána meg nem kell érdekelni ezzel. Mert úgy lehet megcsinálva a film is, hogy az igazából... Jó, mondjuk én talán azért is mondom ezt ennyire, hogy a második résznek jobban tetszett nekem. Előbb az első rész nem volt annyira ugye nagy... Volt egy ilyen monumentális. Ne, igen, tehát én mindig is úgy álltam hozzá, de ezt már a múltkori podcastben talán ki is beszéltük. Érek. Szóval ezt azt mondtam, a múltkori podcastben ki is beszéltük, hogy nekem az Avatar, az első rész nem a szívem csücske. Sőt, igazából azt lehet mondani, hogy az eredeti történetben voltak olyan kiváló jelenetek, mert nagyon sok Avatar kivágott jelenet került a YouTube-ra mostanság. Hogy mint például, hogy kiderült volna, hogy Netiri... Bocs. Jól mondom? Netiri. Az előző szerelméből... Cutei. A fal se tudja, mi volt a neve. Nek, hogy az előző szerelméből született volna egy gyerek, amit ugye JK-k felnevelnek, mert nem tudom, így normális ez náluk. Igen. Igen. Figyelj, szerintem tisztább volt azt, hogy azt kivágták. Szerencsá. Tehát hidd el, én nem feltétlenül láttam volna Cutei gyerekét máshol. De Kirit azért felnevették. Persze, tehát ő Grace-nek a igen, lánya. De na igen, de egy Kiri azért az nekem persze. Eléggé furcsa. Nekem az volt a nekem azt mondja azt, hogy ott van az a kérdés, hogy Kiri miért a Éva mit akar Kiritől. De ezt mondta egy benne. Igen. Ja, nem, ez tüzé, azt hiszem TikTokon láttam ilyen. Hogy? Hogy az első részben hivatkoztak arra, hogy amikor Grace meghalt, hogy akkor mondta izé az akkori, most nem tudom mi az izé, tudod, aki a törzsfőnök nő. Megjelenik Éva előtt? És visszajön? Igen. És visszajön? De nem jött vissza. Igen, de vannak ilyen teóriák, hogy reinkarnáció, meg ilyenek, érted? Nem, én az a tippem nekem egyébként, hogy... megtermékenyült, úgymond az avatar test Évával. Lehet. És Éva gyermeke lenne Kiri. Azt se lehetetlen. De ugye Kiri meg igazából ugyanaz csinálja, ugyanaz az... Tehát akkor Éva férfi. Tehát akkor Éva nemtelen. Nemtelen, csak tud csinálni ilyen dolgokat. De akkor miért Éva? Éva. Tehát nem Éva, hanem Éva. Éva. Csak mindig elcsesztek szinkronba is. Nem, a szinkronba jól mondták. Jól mondták? Éjua. Éjua. E-U-A. Nem, Y. Éjua. Éjua. Igen, csak... De fogadd el, mondd ki. Éjua. Szóval Éjua. 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 Szóval, hogy ő...
ő neki ott lesznek dolgai, hogy ugye azért ő valami dolga van, azért hozta létre egy. Ja, de amúgy ezért nem tartottunk csalódásra. Nem nagyon voltam úgy. Nekem tudod mi? Kicsit a lezárás. Igen. Jó, hogy olyan izés volt. Nekem az. Nem hogy... kellett volna de ez a nagy csata, hanem valami pici valami. Mi? Kellett? Te szórakozol? én nem arról beszél. Én ekte a lezárás, amikor a végén Sally mondja a monológiát, és ugye ráközelít a személyre, meg ilyenek. Tényleg. Az első filmes beidézés. Azt tudom, azzal nem volt bajom. Nekem azzal volt bajom, hogy úgy döntöttek, hogy ott maradnak annál a törzsnél. Én jobban adtam volna továbbának, és a harmadik rész megint egy másik törzsnél van. Mit tudnánk megmutatni? Most megmutattuk a dzsungel, az erdőt, megmutattuk a vizet. A láva népe. Az az erősen. A levegő népe. Nem, hát azok a bakalatában. Ők vannak a dzsungelben. Akkor mi? Föld alapjak. De mit tudnánk? Vakondokok. Ég népe nem tanul, ég népe nem lát. Nem tudtál meg mit megjegyezni? Vakondokok. Az föld alatti. Na, azok meg. Erősen. Nem lenne rossz. Ők lásnak. Nekik. De akkor mi a... Várjad, akkor mi a faszomért jöttek az első filmbe konkrétan olyan helyre az emberek, olyan törzs közelébe, akik az erdőben vannak. Nem jó, pedig olyanhoz, akik a föld alatt vannak. Mert nem tudták. Édes faszom. Nem. Jó történet író lennék mi? Igen, mert nem tudták. És James Cameron így... ez a föltesz egy kérdés, és annyira a válasz, hogy mert nem tudták. Nekem... Minek ment oda? Mert miért ment oda? Mert. Hát ez az. Voltak ezek a... Ugye voltak ilyen fura kövek. Ez a... Mint a kapuk lennének. Kövek? Te melyik filmet nézted? Ez nem a God of War. Nem. Szóval, hogy ilyen kapuk... Magok, tudod, mindegy. Volt egy... A God of War. Igen? Mi? Nem. Igen? Hogy volt... olyan területe, olyan hegységek, amik úgy néztek ki, mintha kapuk lennének. Többször is volt egy ilyen kapu, és még az elején láttunk egy így. Mm-hmm. Még láttuk is, hogy lehetséges megyünk a földre. Mert nem. Bízunk benne. Mondta Cameron, hogy nem megyünk a földre a filmmel. De minek? Most te földre akarsz menni Pandoráról? Meg szeretnél nézni, hogy mit reagálta? Te mint ember, tudod? Ha már döglődik a föld, te el szeretnél onnan a Pandoráról jönni? Amúgy érdekesen, vagy az első részben konkrét az benne volt így a háttérsztori, hogy a földön mi van? Már most a másodikban. Nem azt mondom, hogy menjünk a földre, hanem csak így konkrétan valami... A másodikban volt az, hogy megemlítette ugye a tábornok, hogy a föld haldoklik. Azt szervezik, hogy az emberiséget ideál teszik. Ja, nekem ez nem lémik, csak azért mondtam, hogy így a földre... De nem az, hogy oda menjünk, hanem csak így... Beszélnek róla. Volt, akkor volt az első részben látszik, volt egy... figyeltem. Az első részben volt egy pár jelenet. Jó, nekem ugye Éva. 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 De azt mondja, hogy a tisztel, hogy kiejti. Éva. Hát próbálj Navi lenni. De rossz béka. Éva. Miért? Navi. Tényleg. A kedvencem fölép a TikTokra. Igen. És vannak ilyen avatáros klippek. Például amikor a nézik egymást, nézik egy csal is. Ja, az elején. Igen. És bevágják oda a Rio-nak a zenéjét. Hol tartottam? Éva lát minket. Igen, Kiri szemében, szerintem. Nagyon tényleg ott tartottam. Kirire nagyon kíváncsi vagyok, nekem ő az, aki így most... Amúgy majdnem azt mondta, hogy best girl. Nekem azt tetszett, hogy amúgy ő jól beilleszkedett, mármint úgy jól beilleszkedett oda, hogy ő könnyen át fölvette a fonalat. Uh-huh. Sőt, basszus, és azonnal, meg az elején láthatod, hogy ugye ő orvosnak készül ilyen... Hát, mint a Muter. Muter is, hogy ilyen tudósszerűség, és ez a... Elmondta, hogy mi használható, mivel jobb, mi ilyesmi. Meg hát ugye tudjuk, hogy Toruk Maktó az könnyen meg tud ülni bármit. Édes. Meg az, amikor poénkodtak, hogy ki volt a gyerek apja, az hatalmas volt. Norm. Norm. Mindig ott csináltam. Mindig ott volt Norm. Jó, megbasztak, én nem. Ja, úgyhogy... Igazából mi... Tudod, együtt voltak az erdőben. Mit tartogattok itt még a... Ingetek ujja alatt. Évát. Sok-sok Évát. Apu... Nádi. Ez nagyon így, nagyon a fejemről. De inkább Cameron-tól kell megkérdezni, hogy még mit adogat nekünk. Hát megmutatta a videót. De amúgy azért, hogy így a harmadik rész amúgy nem mutattunk, mint, hogy mire számítsunk. Nem is kell? Nem. Jó, most. Várjuk. Tudod, ez a... Arra volt jó ez az lezárás pont.
mindenki várja a következő részt. Igen. Ezt aláírom. De a Chris Lestoria, amikor ezt egy animébe csinálják meg. Hogy melyikre gondolsz? A... Hát, hogy nem kap semmi ízét benne. És akkor ez egy lezárás. Igen, de itt más volt. Ott itt három oldalnyi például pandorai állat nézegetés. Volt három oldal. Christian számolt ki. 15-ször fél óra az mennyi? Bocs, 12. 12-szer fél óra mennyi? Tudom, hogy sok. Nádi! Calm. Na de érted. Pont most néztünk egy TikTok videót ezekről. Éva. De... Tudnám a view beszélni? Biztos, hogy nem. Holnap melóba az egy így fog menni. Csukott ez valami beszélni, én meg azt szól. Képre fested magad. You matter why, Hallod, hogy matter why, csak ott szkerget. Menjél ki fel! Ott ére! Itt van, hogy mányja! Jó, elég ez. Jó. Azt a nyelv, arra kíváncsi vagyok, mi az igazi nyelv. Arra a nyelvre kíváncsi vagyok. Hát hallod a trónok harca után, ami a... Ez egy valíriai... Nem. A pergés. Sietetlen pere. Igen, melyik? Igen, melyik? A Kál beszél. Ja, ez a Dothraki, aki. Az. Na, az egy hivatalosnak tekinthető nyelv lett. A Dothraki. És melyik országból beszél? Mindenhol, ahol lehet. Duolingon meg lehet tanulni. Nem mondod. Frankon. De azt hiszem a valíriait is. Azt a kurva. Tehát azt konkrétan úgy alkották meg, hogy lingvisztikailag, meg nyelvtanilag tökéletes legyen, és mindenki megtanulhassa. De ugyanez a klingon is. És amúgy ebben, és ebben mutod, mi a legviccesebb? Ez senki nem beszél. Nem. Hogy konkrétan a trónok harc, vagy hát a sárkányok házából azt hiszem a démon karakterét leszólták. Demon? Demon, bocs. Démon? Demon a démon. Szóval, de demon karakterét leszólták, hogy rossz. Mármint rosszul beszélt a valíriai nyelven. Igen. Az a prik hozzá. Azért az durva, nem? Te már olyanok beszólnak, akik nem is beszélik? Vagy legalábbis csak hallották előzőleg? Nem tudom, de láttam ilyeneket, hogy konkrétan teleírtak ilyen posztokat, meg minden szart, hogy rosszul ejti ki, meg rosszul használja a szavakat. Uh-huh. És sőt, ugye az egyik legjobb platform, ahol minden megtalálsz, TikTok, Úristen. Van olyan videó, csajra, aki érted, hogy nem érdekel, hogy rosszul beszél valíriaiul, attól még szexi. Ah. Ez az igaz. És én belájkoltam. Én is belájkolnám. Mert kit érdekel, hogy beszél? Az akcentus, az akcentus. A nagy a fasz a minden kárpótól, érted? De nem? Belegondolsz, miről szól a trónok? Nagy a sárkánya. Igen, amúgy nagy a sárkánya. Hosszú inkább. Az nagy, nem? Nem, az hosszú. Csak perspektívából kell nézni. Ez hosszú. De neki nagy. Ez nagy! De mondom, perspektívából kell nézni. Lehet, hogy neked... De tudod, lehet, hogy neked hosszú, de neki így nagy. Na jó, igen, Avatar. Mi a fasz történt itt? Avatar. Kicsit elmentünk a trónok arcára. Mindegy. Mm. Szóval Avatarban Kirik sztoriára nagyon kíváncsi vagyok. Maga erre szerintem itt most megint háború lesz. Emberek versus Rami. Wow, tényleg? Wow. De mondd meg mindenki már. Nekik? Az állatok. Még kik, bazni. Jönnek most a mekkainák is. Ja, tényleg. Hát a víznépe. A víznépe. Hát víz közelben van a bázis, ott is tudnak támadni. De arra kéne... Még több úszás lesz. De nekem... De azt ezért nem... forgatták egybe a 2-3-at. Már nem van. Tényleg. Ezt tudták, ki is ment a fejemből. Ez kettő, és meg is van vágva. Azért, mert a 4-be lesznek a láva. Opa. De nem, a 4 is csak azért fog elkészülni majd akkor. Mert kell a 3 után még az embereknek. Nem, akkor fog majd elkészülni a 4. Mert az IMAX 2.0. Nem. Azért fog majd elkészülni a 4, mert hogyha ez a film a vártakat teljesíti, akkor az már be lesz rendelve. 2 millió, 2 milliárd fölött. 2 millió fölött már megvan. 2 milliárd dollár.
Az egy már megvan. Csak úgy mondom. Az egy milliárdot már átléptem. Két milliárdban azért jó pár. Jó pár sör belefér. Amúgy, ha belegondolsz. Meg demonféle férfi. Hát nem tudom, én kifizetnék. Jó, amúgy, ha így, ez most kicsit így eltér a témától, bár nem tudom, Avatarra kapcsolatban ilyet nem láttam. A Trónok harca az voltak olyan kommentek, de ez poén komment. Nagyon tetszik ez a sorozat, hogy megcsinálták. A kedvencemben az, hogy nem használtak CGI-t és igazi sárkányokat használtak. Én is szerettem azokat a részeket, amikor nem használtak CGI-t. Az Avatarban? Aha. Volt olyan? Volt. Mikor? Megnézem én azt a sávukám, tényleg befestette magát kékre. Tényleg? Nem volt. A kettőben nincs olyan jelenet, ahol nem. A kettő az nagyon durván nézés volt. A kellettek Navik. Ahol, hát jó, a Navi szereplők konkrétan. A Navi szereplők, hogy lesz szólja? A Navi. Navi. Na, szóval akik Navit játszottak, azok oké, be voltak izé motion capture ruhába, meg minden. És Gekkon kívül ki volt sima ember? Voltak. Ja, tényleg egyszer az anya hordozón a csár. Igen. Meg az egy csárba a halász. Két másodperc. Még két hát másodperc. Hát az mellett is ott állt a Navik. Szórakozzon. Eszemű volt még ott ember, persze. Ott az a jelenet. A Pandorán. Igen. Amikor Gekko szétesett. Gekko. Gekko. Mindjárt hozom a legyat, hagyd nem visítsd. Amikor a Gekko. Ez Avatar az elég. És még azt mondta, nem leszel aktív az adás között. Bocs, visz még a kómába. Gekko, amikor szétcseszi az utcokat, akkor... Már mikor? Mert sokszor szétcseszi. Sokszor cseszi. A utolsó, amikor elmenekül. Amikor elmenekül szétcseszi a hajót, a nagyjából nem volt CGI-ja, szóval. Maga egy piti. Ahova a filmben. Miért a hajó mi volt? Jó, maga a hajó, de belül. Belül az meg volt csinálva a disznél. Az nem volt nagy szükség. Már csináltak diszlettel. Jó, elhiszem. Jó. Tudod, nem mindenki olyan... Tudod, mi lett volna durva, hogyha a falut fölépítik. Nem CGI-esen. Tudjátok mi a még durvabb? Hogyha az egész nem CGI. A még durvább az az, hogy az Avatar az 2022-es volt. Múlt éves, igen. És 23-an. Múlt éves film. És még mindig beszélünk. És egy tavalyi filmről veszünk. Amúgy tényleg ebbe egy belegondolva, hogy akkor az Avatar így nem lehet mondani az évfilmének. Legalábbis 2023-ban nem. 23-ban nem. Hát persze, meg most Max az Oscaron lehet mondani, mint 2022-es. A látványvilágra nagy esély, hogy hozza. Miért láttad, mennyi Marvel film? De van. Az állatvilág, igen. Azt elfelejtettük beszélni, hogy az állatvilág... Még az Avatarról beszélünk? Igen, az Avatarról. Ja, jó. Csak így szögezzük le, mert itt már annyi mindenről beszéltünk videón kívül is, meg, vagy hát podcasten kívül is, meg podcasten belül. Kéne egy olyan kamera, ami nem kapcsol a félkormányként. Majd megoldjuk azt egyszer. Ugye, ha esküszöm, beszerzek még egyet, és akkor az lesz még egyszer, hogyha az lekapcsolna, plusz azon lennének még fanfektek. Csak ez az egyetlen, egyik probléma, hogy több mint egy hobbifizum szerintem belemegy. De majd mindent nem meg, azt elmesem. Szóval, hogy nekem az állatvilágban végre látunk egy normálisan kidolgozott... egy végre kidolgozott. Ez ott normális állatvilágot, ahol jól be voltál mutatva az állatok, hogy hogyan élnek, milyen élőmények... Hogyan azt a filmet néztek? Igen. Hát azért bemutatták, hogy a... Hát... Végül is a túlkunok, azok jól lettek? Azok ki lettek bontva, mint állatok. Több idegpálya. Szó szerint. Meg mint intelligens élőlények. Hiába. Amúgy az előző filmben nem volt ilyen. Csak elmondták, hogy mire lehet használni, lovagold meg. Ja, de meg amúgy most ugye kapcsolat is köztük. Meg Pandorának ugye mindig elmondják, hogy ők azért élnek így, hogy természetesen együtt éljenek Pandorával a Navik. Vegetáriánusak hiába. Úgy teleg? Nem. Hogy lennének már? Az első filmben is vadra vadásztak. Jó, de így... De amúgy, ha már az izébe vagyunk ilyen Naviból,
Mi a faszom a neve a csajna? Nejtiri. Hát az anyjána. Nejtiri. Nejtiri. Na, ő amúgy megmaradt annak, aki volt az első részben, hogy ő ugyanúgy felszállt a madárkára, és ugyanúgy onnan ijászkodott. Persze. A szar. De úgy nem is akarta megtanulni a törzsnek, az új törzsnek. Nem, hát ő omatikája. Igen. Ő omatikája. Azzal megy ki. Ő ugye nem tudja ezt a modern, ezt az emberi... Jó, megnézzük Sullyt, ő meg amúgy eredetileg ember. Tehát... Igen, erre ember, de neki benne van az a génjeiben, hogy tudjon alkalmazkodni. Mindenhol. De a gyerekeiben is ugyanez benne van. Persze, hát nekik is ő tudjuk. Igen. Meg amúgy egy fontos részletet ugye nem árultak el, hogy a rendes Navitnak ugye mint szemöldöke. Az ember Navinak meg van. Azt figyeltétek? Talán. Igen. Na majd mindjárt pörgetjük tovább a TikTokot. Igen, tényleg nincsen. Jó, igen, Krisztit akartam még állatvilág. Állatvilág, szóval amikor például láttuk a bőrüket, hát az meg olyan szép. Nem, arra gondolsz a Krisz, hogy nagyon killett dolgozva, ugyan annak a textúrája, olyan életszerű lett a bőr megjelenítése, illetve ugye ahogy a vízcseppek legurulnak, meg ilyesmi, amikor esik. Tehát ez... De ez nem csak az állatoknál. Nem csak az állatoknál, minden, mindenhol, de ott volt a legészrevehető. Mm. És nem láttam, a 3D-hez hozzászoktam, kívülve egy jelenetnél nagyon megijedtem, és nagyon jó volt, amikor vadásznak a izéért, a Loáért. Loáért? Hogy hívják a kisebbik srácot? Loha, hogy hívják, akit elmennek vadászni a izé mellől? Loák? Loák, igen, na, elmennek vadászni. Ja, az a nagy halas rész? Nagy hal, jön egy random nagy hal, és a túlka menti meg. Ja, ott amúgy én is megijedtem. Azért jól elkezdődik a bálna. És nem is... Tolmácsolok! És nem is az volt ilyes, hogy amikor odaáll, és akkor teljes csönd izé minden, és nem tudja lelassítani a szívverését, és ott próbálkozik meg menni. Nem, ott az mondjuk egy okos rész volt. Igen. Tehát az nem volt szar. Az full impact, stresszes rész volt. Igen, az nagyon jó volt. Meg amikor találkoztak, megismertük a történetét a túlkanatnak, az is zseniális volt. Meg a másik kedvenc életem a túlkonvadászat. Ahogy szépen ki volt ez dolgozva, hogy az emberek hogyan cserkészik be, milyen eszközöket használnak, hogyan csinálják. Ja, igazából ezt áthozták a földről lényegében, csak modernesítették. Igen. Hát, igen, de például, hogy például azok a rákszerű járművek, az valami zseniálisan jól néztek ki. Igen. És voltak az... olyan jármű megoldások, amik kellettek ide. De például a... Nem is néztek ki. Szóval. Például nekem a Dune filmből a repülőnek az a szikakötő helikopter, az zseniális. Azt én is láttam. Én nem láttam a Dune-t. Azt ajánlani kell mindig. Annak a sziket, ahhoz mérten nagy. Ezek a kanadai direktorok valamit nagyon jól csinálnak a... Az ilyen fűső járművekkel. James Cameron is kanadai. Hát igen. Ezt nem tudtam. Miért nem tudtad? Csoda Villeneuve-ről se tudtam. Denis Villeneuve. Láttak tényleg. Denis Villeneuve. Olyan, mintha úgy mondanád, hogy Cameron. Denis ő. Cameron. Látnak? James Cameron. Mit csinál ez a Cameron? Most gondolkodsz, hogy Navigo, hogy lehetne kiejteni James Cameron, de... Biztos megvan. Cameron. Úgy, mint a Sully. De azért tetszett, hogy a film elején a Navidevet használták, utána meg azonban... Átváltották rendesen. Aha. Ott rendesen. Meg úgy mindenki beszél már az emberi nyelvet. Ja. Más észrevételünk szerintem nem volt. Jó film. Ja. Mindenképpen meg kell nézni. Nagy vászon. Szinkron tetszett. Azzal nem volt baj, szerintem. Tehát attól függetlenül, hogy meg szokták csinálni az ilyen szinkronokat, szerintem azzal nem volt baj. Megint látszott annyi, hogy ugye Kirinek a hangja igazából az eredeti Sigourney Weaver, mint a gyerek. Ez is megvan fiatalítva. Jó, értem. De a mi hangunk, ez teljes más hangszínek voltak. Próbálkoztam, hogy legyebb volt. Nem tudom, én nagyon nem vettem észre, hogy annyira problémás lenne, mint mondjuk az új Transformers-be Optimus hangja. Szegény. Akkor nem csak nekem tűnt föl. Jó. Végre! Az a szinkron színész meghalt, tehát az a... Nem szivat! Hol tartottam? Én a Transformers-t azért akarom kétszer megnézni, mert ugye egyszer eredeti szinkronban, mert én amúgy szeretem az eredeti szinkronját, meg ugye ott marad Optimus hangja. Egyszer meg azért magyarban, mert szerintem azt meg kabrókkal nézem. Aha, persze. Ja, aztán igazából most így avatára visszatérve, ugye most itt
podcasten kívül említetted, hogy 2D vagy 3D. Szerintem az... Szerintem 3D az, az egy jó, hátás. Persze, hogyha az ember tett, akkor inkább 3D, de a legfontosabb, hogy HFR legyen. Igen. És először az csak 3D-be vetítik, de mindig azt mondom, HFR-be kell azt. Viszont élni. Nem nagyon ront az élményem. Én azt vettem észre, hogyha vagy 2D vagy 3D. Film legyen. Ez és Avatar. És Avatar. Naui. Tudod? Éjva. De a ugye a nagy képernyő szélesség az kell. Kész. Ennyi. Úgyhogy megvárjuk a Blu-ray-es változatot. Akartam még utolsónak kérdezni. Te azt várod, hogy most a következő szezonban jön a Transformers. Igen, már erről beszéltünk. Neked mi lesz, amit nagyon vársz filmet? Dűne 2. Hát ez jön. Most jön. Ebbe az évben. Én amúgy előbb még őzét várom, a kokómedvét. Én Christopher Nolan rajongó vagyok. Az is, én Christopher Nolan rajongó vagyok, és én nézet várok. Új alkonyat. Az Oppenheimer filmet. Oppenheimer. Azt én is várom, tényleg, a szörnyűen azt én is várom. Filmet várom nagyon. Cillian Murphy. Ilyesmi. Szóval Peaky fucking Blind, egyértelműen. Legalábbis ő az egyik. De viszont meg volt minden, amiről akartunk beszélni. 3D-ben nézzétek, HFR-be és Székesfehérváron. IMAX-be, Pesten. IMAX és Pest, ne legyetek hülye. Úgyhogy, ha tetszett, akkor dobjátok a lájkot, iratkozzatok fel erre a csatornára, Krisz csatornájára, upvotoljátok Bencét, és kövessetek TikTokon, mert érkezni fognak a videók. Így van. Itt volt velem Krisz. Ciao, ciao. Itt volt velem Bence. Szevasztok. Én pedig Dév voltam, úgyhogy hello. Hello. Hey, what?